85 éve költöztek az akkor újonnan épült, ma is használatban lévő iskola épületükbe, a híres város szellemi életét immár több mint 300 éve jelentősen meghatározó kecskeméti piaristák. Az ünnepi eseményre Dobos Jenő piarista tanár később így emlékezett vissza. Iskolánk 1933. december 4-én költözött új otthonába, azaz a mai gimnázium épületébe. Azon a napon az ifjúság a régi iskolában gyülekezett össze, és onnan nem az utcai kapun keresztül távoztak, hanem a templomon át. Jelképes, csöndes vallomás ez arról, hogy a templomon át, a templomból kilépve akarják birtokba venni az új iskolát, és arról is, hogy folytatni akarnak új helyen, új körülmények között, a régi szellemben. A piaristákra, közösségformáló tevékenységükre Kecskemét városa is elismeréssel tekint. A teret, ahol templomuk, iskolájuk és rendházuk áll, róluk nevezte el.